A tárlaton kiállított képek és eszközök az elmúlt évtizedek munkáját mutatják be. A középpontban az intézmény egykori és jelenlegi dolgozói állnak, valamint a munkásságuk az itt töltött évek alatt. Szerettük volna bemutatni a látogatóknak mindazt, ami a múzeum falai között történik, de amit ők egyébként nem láthatnak egy-egy kiállításon. A látogatók úgymond már kész tárlatra érkeznek, viszont ezeket sok munka előzi meg. Az intézményben folyó munka mellett a látogatók a régészeti kellékeket is megtekinthetik. A képek mellett olyan tárgyakat is bemutatunk, amelyeket naponta használunk. Ilyen például a fényképezőgép és a régészeti kellékek, amelyek a munkatársainknak az ásatásokhoz kellenek. Ezekkel az eszközökkel gyűjtötték be a múzeum anyagát képező tárgyak egy részét is. A kiállítás keretében május 24-én interaktív foglalkozásokat is szerveznek a látogatók számára. A tárlat három héten át lesz megtekinthető.